Elkezdték a mellékutak javítását, legyalulják az útfelületet és kitakarítják az árkokat. Példaértékű összefogással utat egyengedtek és közteret rendeztek a Virágnegyed 43-as és 44-es tömbház lakói. Gyergyószentmiklóson idén is sokszínű programmal ünneplik a Figura Stúdió Színházban a Színházi Világnapot. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, jó estét kívánok! Száraz növényzet gyúlt ki több településen a hétvégén. Madéfalva, Kászonújfalu, Gyergyóditró, valamint Gyergyóújfalu mellett Gyergyószentmiklóson a lángok 2 hektáron pusztítottak szombaton este. A helyi rendőrséget és a tűzoltóságot, valamint a helyi katasztrófavédelem és a mellékgazdaság munkatársait a Dobribán kertbe riasztották az ott lakók, ahol a száraz tőzeg és avar gyulladt ki. Len Emil Balázs alpolgármester tájékoztatása szerint sikerült rövid időn belül megfékezni a lángokat, így az nem terjedhetett tovább a lakóházak felé. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a tüzet, de nincs kizárva az sem, hogy gondatlanság miatt csaptak fel a lángok. Minden esetre a tűzoltóság vizsgálja a körülményeket, hamarosan megszületik az ezzel kapcsolatos véleményezés is. Az alpolgármester ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium 15/2008-as törvénye értelmében tilos a száraz növényzet, növényi maradványok, tarló égetése. Indokolt esetben a területet felügyelő környezetvédelmi szervektől kérvényezhető engedély, amelynek pozitív elbírálása esetén értesíteniük kell a katasztrófa elhárító egységeket is a terület tulajdonosoknak. Az illegális égetés tettenérésekor magánszemélyeknek 3000 és 6000 lei értékű büntetés, jogi személyek esetén 25000 és 50000 lei közötti bírság szabható ki. Elkezdték a mellékutak javítását, ez abban áll, hogy a nem aszfaltozott útfelületet legyalulják, lehengerelik és a sáncokat is kitakarítják. A városvezetés arra kéri a lakókat, hogy aki ahol tud, segítsen. Hétfőtől elkezdték a nem aszfaltozott utak javítását. A Kápolna utca volt az első, ahol a munkagépeket, egy útgyalut és egy hengert bevetették. Most elsősorban is ugye, amint látjuk, a gréderrel kezdtük, és akkor azzal megcsináljuk az egyengetést, utána meg jön a henger, amivel lehengereljük, hogy picit tudjon tovább tartani az út minősége, mivel hogy ha nem hengerelődne le, akkor egyértelmű az autók azok hamarabb kigödösítik. Az útfelület elegyengetése után a sáncokat is kitakarítják. A munkavégzés egyik utcából a másikba haladva történik, sorra véve a nagyobb utcákat összekötő útszakaszokat is. Nem kezelünk egy utcát sem prioritásként, mert az összes utcán ráfér a javítás, hanem most tekintette, hogy ez volt a legközelebb a mellékgazdasághoz, innen indultunk, így menjünk fölfele a város vége fele, és jövünk vissza, úgyhogy tervünk az, hogy minél hamarabb minden utcán végigmenjünk. Az alpolgármester elmondta, hogy jó néven veszik, ha a lakók is bekapcsolódnak a munkavégzésbe, mert vannak olyan helyek, ahol szükség van a kézi szerszámokkal történő javításra. Nagyon megköszönnénk, hogyha a lakók is kivennék a részüket, mert az a helyzet, hogy szükségeltetik a kézi munka erő is, mert a gép az mindent nem tud elvégezni, azért jó egy lapát, egy gerebje, hogy mindenki a kapuja előtt, esetleg még ott, ahol egyengessel, de úgy bárhol, bármelyik útszakaszon, amikor dolgozunk, szeretettel várjuk és fogadjuk az önkéntes munkaerőt. A földutakat az időjárás függvényében tudják javítani, esőben például nem tudnak dolgozni. Jelenleg egy saját földgyalúval és szintén saját markológéppel végzik a munkát, az úthengert bérlik, de tervben van egy ilyen gép vásárlása is. Magyar nyelvi és irodalomból teljesítettek a legjobban a kísérettségi próbán a vizsgázók Hargita megyében. A gyenge eredmények évfolyamonként eltérnek, a nyolcadikosok matematikából, az először vizsgázó hetedikesek román nyelvi és irodalomból érték el a leggyengébb eredményeket, írja a székelyhon.ro. A próba képesség vizsgázó nyolcadikosok 53,1%-a, míg a hetedikesek 52,4%-a érte el az ötöst a március 11-e és 13-a között lebonyolított felmérésen. Az Oktatási Minisztérium kevesebb mint egy hónappal a próbavizsgák megszervezése előtt döntött arról, hogy ettől az évtől kezdődően a hetedikes tanulók tudásszintjét is felmérik, így nekik idén nem sok idejük maradt készülni a próba kísérettségi vizsgára.
A próbavizsgák megszervezésének az a célja, hogy még időben felmérjék a diákok felkészültségének a hiányosságait és próbáljanak tenni ellene. Az iskolákban ki kell elemezzék a próbavizsgák eredményeit, és intézkedési tervet kell kidolgozzanak az esetleges hiányosságok pótlására. Példaértékű összefogással utat egyengedtek és közteret rendeztek a Virágnegyed 43-as és 44-es tömbház jó néhány lakója. A töltéshez kellő anyagot saját költségen vásárolták meg, a munkához szükséges gépeket az önkormányzat biztosította. 4 hete tervezik a Virágnegyed 43-as és 44-es tömbház lakói, hogy a köztes területet, valamint az utat önköltségen feljavítsák. A korábbi próbálkozások is sikeresnek bizonyultak, viszont nem voltak időtállóak. 30 éve lakom itt, és bizony a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lett, mert a tanácsnak nem volt pénze, a lakóknak meg nem volt hozzáállásuk. Ezelőtt 3 évvel vagy 2 évvel történt, Bartis József úr hozatott a, nem tudom, hogy honnan gyűjtött pénzből kavicsot, de nem elég, nem volt elég, a télen nagyon kínlottunk. És akkor ide költözött Madaras Saba, akiről tudtam, hogy jó gazda, mert együtt dolgoztunk valahány évet, éven keresztül, és tudtam, és akkor beszéltem vele, hogy mi lenne, csináljunk valamit, és azt mondta, hogy jó. Tehát a minden technikai részét ő intézte, én nyomtattam, amit kellett nyomtatni, és összeszedtem a pénzt. Néhány ott lakó kézi szerszámmal segítkezett a munkálatokban, az önkormányzat pedig a szükséges gépeket biztosította. Délutánra már sikerült a kavicsot az úton és a tömbházak közrefogta területen elegyengetni. Elsősorban szeretnénk kitölteni itten, míg megvannak gödrök itten, parkolás megoldani. Másodszorban kértünk segítséget az önkormányzattól, Lenémir alpolgármester úr segített, segítséget küldött, utána küldték, itt van a traktor, amivel el fogják szállítani a földet. Utána megkerestem Bíró doktornőt, egyeztettünk annak kapcsán, hogy is tudjuk kivitelezni az egészet. Egyből rábólintott, azt mondta, hogy jön, segít, együtt megoldjuk. Aztán terveztük ezt lassan 4 hete. Most a mai napra sikerült pontosan pontosítani, hogy ki tudjuk vitelezni a dolgokat. Ma reggel 8 órára jöttek a gépek, meghozták a kavicsot, mostanakkor folynak a munkálatok, hogy ki tudjuk vitelezni, amit ki tűztünk célnak. 13 család egyenként 100 lejt pótolt, amivel a 2 teherautónyi kavicsot megvásárolták. Várhatóan lesz még hasonló összefogás a lakónegyedekben, mert ahogy az lenni szokott, a jó példa is ragadós. 1961 óta minden március 27-én megünneplik a Színházi Világnapot. A kezdeményezéshez a Figura Stúdió Színház hagyományosan csatlakozik. Szerdán ismét megnyitják minden érdeklődő előtt az intézményt. Céljuk, hogy a nézők korosztálytól függetlenül betekintést nyerhessenek a kulisszák mögé, megismerhessék a színészeket, a színházi tevékenységet egy másik oldalról is. A Figura Stúdió Színház fontosnak tartja, hogy a nézők betekintést nyerhessenek a társulat tevékenységébe, az intézményben zajló munka hátterébe. Ugyanakkor szeretnék, ha boldog pillanatokat szereznének mindenkinek, aki a Színházi Világnapon ellátogat hozzájuk. Az lenne a célunk, hogy március 27-én, aki ide belép, az ne hagyjon fel minden reménnyel, hanem boldogan távozzon majd innen. És reméljük azt, hogy sokan lesznek, akik reggel 10 órakor vagy 10 óra előtt fognak belépni, és este 10 után fognak kilépni a színházból, és nem úgy fognak kilépni, hogy többet ide-vissza nem jönnek, hanem azt, amit itt kaptak, azt magukkal viszik, magukban tartják. Igen, azt szeretnénk, hogyha boldogak lennének aznap az emberek, hiszen a Színházi Világnapot ünnepeljük. A Színházi Világnap szerdán 10 órakor kezdődik, ekkor kávézni várják a gyergyóiakat. Közben színházi zene szól majd, előadásokat lehet nézni és beszélgetni a társulat munkatársaival. Évek óta nagy sikernek örvend a kulisszatúra, amelyre kedden 15 óráig várják a diákcsoportok jelentkezését. Színház különböző pontjain különböző meglepetésekkel, színészek fogják vezetni, előzetesen arra kérünk mindenkit, hogy előzetesen jelentkezzen, ugyanis kisebb, illetve kisebb-nagyobb csoportokban történik majd ez. Az egy
Az előző évek tapasztalataiból kiindulva azt hiszem, hogy talán a legizgalmasabb része mindig a színházi világnapnak, hiszen az emberek olyan dolgokba tekinthetnek bele, amit máshol biztosan, hogy nem. És itt kezdve technikai dolgoktól, meg lehet nézni hátulról a színpadot, meg lehet nézni, hogy készül és hol készül egy jelmez. Egyénileg és csoportosan is lehet nevezni előzetesen, vagy akár a helyszínen a színházi kvízre, amelyhez okostelefonra van szükség. Ezt haladva egy picit a technológiával azért megpróbáltuk az idén, illetve megpróbáljuk érdekesebbé tenni. Lent lesz ez is a Your Living Roomban, ami mindig móka szokott lenni, azt hiszem. Legalábbis én, ahogy visszaemlékszem, mindig móka volt. Amit erről kell tudni, jelentkezni előre is lehet, de lehet a helyszínen is, és amit még kell tudni, hogy egy minimális színházi tudás, illetve színházi ismeret szükséges, illetve nem biztos, hiszen lehet tippelni is. Úgyhogy a tippekkel is nagyon, nagyon előre lehet majd jutni, lesznek természetesen figurás ajándékok, de egy jó móka, és egy picit talán mókázva tanulás is. 27. alkalommal, de utoljára játssza a Figura Stúdió Színháza a nagy sikerű Szűrzavaros Éjszaka című darabot, és először lesz előadás temetés az intézményben. Az előadás temetésről azt kell tudni, hogy egy régi színházi hagyomány, ugye amikor lekerül repertoárról egy előadás, akkor azt eltemetik. És ilyenkor az előadás tele van meglepetésekkel. Meglepik egymást a színészek szervezetten, nem szervezetten, előre megbeszél dolgok, nem előre megbeszél dolgokkal, a műszak, az alkalmazottak, az előadás aztán visszalepi őket, jó szokás szerint, ahogy történni szokott. Úgyhogy ez nagyon izgalmas tud lenni azok számára is, nem csak azok számára, akik nem látták az előadást, és először néznék meg, hanem azok számára is, akik már látták akár többször is, hiszen lesznek teljesen új dolgok benne. A Színházi Világnapra szervezett rendezvények ingyenesek, a 19 órakor kezdődő előadásra pedig kedvezményes, úgynevezett szakmai jegyet válthat bárki ötlej ellenében. Jótékonysági koncertkörút részeként érkezik Gyergyó Szent Miklósra Böjte Csaba ferences atya és a Nem Adom Fel együttes a Hargita megyei vállalkozó szövetségek kezdeményezésére. A Szent István templomban sorra kerülő rendezvényen tetszés szerinti összeget lehet felajánlani a Hargita megyei mozgássérültek szervezete új székházának befejezésére. A jótékonysági rendezvény körút második állomása lesz Gyergyó Szent Miklós. A Nem Adom Fel együttes koncertjének és Böjte atya celebrálta misének és elmélkedésének a Szent István plébánia templom ad otthont március 26-án, holnap 18 órai kezdettel. A Gyergyó Szent Miklósi rendezvényen való részvételért belépti díjat nem kell fizetni, viszont a cél érdekében azért, hogy az Összefogás házának építése folytatódhasson, adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki a templomban, hogy bárki lehetősége szerint támogathassa a kivitelezést. Tavaly vált hivatalossá Hargita és a magyarországi Tolna megyék testvér kapcsolata, de a jó kapcsolat egyes területeken évtizedekre tekint vissza. Számos területen építik tovább az eredményes kapcsolatokat, erről egyeztettek mindkét megye szakemberei március 21-én a Csíkszeredai megyeházán. Közel 30 fős küldöttség érkezett Hargita megyébe a magyarországi testvérmegyéből. A köszöntőbeszédek után értéktár és kultúra, projektek, vállalkozások és helyi termelők, testvértelepülések, oktatás és média témakörökben zajlottak műhelymunkák. Az esemény résztvevőit házigazdaként Borbaly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy eredményes a két megye kapcsolata. Mint mondta, Hargita megye tanácsa létrehozott egy munkacsoportot is, hogy ezzel is segítsék az intézményes kapcsolattartást. Testvérmegyei kapcsolatunk igazából csak a beteljesülése vagy beteljesítése annak a sok településközi intézmény, iskolaközi kapcsolatnak, amely már évek hosszú során keresztül kialakult Tolna megye egy-egy települése, egy-egy intézménye, iskolája, egy-egy civil szervezete és hasonló társa között a Hargita megyéből. Szeretnénk ezt egy magasabb, egy további szintre emelni ezeket az együttműködéseket, és hát egyértelműen látszik, hogy a kultúra, oktatás mellett egyre inkább a gazdasági élet, illetve
azok az üzleti kapcsolatoknak a kialakítására is lehet koncentrálni, amit egy ilyen testvérmegyei kapcsolat nyújthat. Borbély Csaba gondolatait folytatva Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is elmondta, hogy nagy lehetőséget lát a paksi beruházásban, szintén az elvándoroltak hazavonzását, illetve közelebb hozását reméli annak eredményeként. Hozzátette, számítanak az itteni szakiskolák bekapcsolódására is. A magyarországi államtitkár továbbá arról is beszámolt, hogy jövő héten bírálják el a testvérmegyei pályázatokat, és mint kifejtette, reméli, hogy sikeres lesz Tolna és Hargita megye pályázata, hisz ez is az eredményes együttműködés segíti elő. Elmondhatjuk azt, hogy most már évek óta írunk ki testvértelepülések, illetve megyék számára pályázatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Ennek az a célja, hogy egyrészt segítsük a testvértelepülési rendszernek a megerősödését, ott, ahol esetleg még ilyenek nincsenek, akkor támogatjuk azt is, hogy hivatalosan létrejöjjenek. Másrészt pedig a már meglévőknél szeretnénk azt, hogyha tartalommal tudnánk megtölteni. Ne csak az legyen, hogy a polgármesterek látogatják egymást, vagy a megyei elnökök látogatják egymást, hanem intézményi szinten is, akár hivatalok szintjén is, és a lakosság szintjén is, nyilván elsősorban a civil szervezetek bevonása által ezt a kapcsolatrendszert élővé lehessen tenni. Tavaly írták alá a Hargita és Tolna megye testvérkapcsolatára vonatkozó szerződést, elevenítette fel Ribányi József, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke, és mint mondta, ezt a kapcsolatot meg is töltik élettel. A magyarországi előjáró úgy fogalmazott, a közösség építő szellemiség és az egymásra figyelés, azok a kiváló értékek, amiket elsősorban szeretnének Székelyföldről magukkal vinni. A megnyitót követő műhelymunkákat a szakemberek tartalmasnak értékelték, ahol mindkét fél számára hasznos ötletek születtek. Az oktatás terén a magyar-magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul program és az Erasmus Plus projektek lehetőségeit fogják kihasználni. Számolt be a műhelymunka eredményeiről Ferenc Salamon Alpár pedagógus. Az értéktár és kultúra témában az úgynevezett alulról jövő helyi kezdeményezéseket tartják fontosnak, és jó példaként említették a Hargita megyei Siminfalva és a Tolna megyei Kölest község közötti együttműködést. A Székely Termék Mozgalom a hagyományos és helyi termékek vásárának rendszere jó példa Tolna megyében. Erről számoltak be a helyi termelők, vállalkozások, munkacsoport képviselői. A testvérkapcsolatokra van igény, és fontos, hogy ezek élő, ne csupán protokolláris kapcsolatok legyenek. Összegezte a műhelymunkát a testvértelepülések munkacsoport. A média területén a jó kapcsolat már működik, számoltak be a magyarországi és a helyi munkacsoport képviselői, hiszen a tolnai megyeiek rendszeresen követhetik a Hargita stúdió műsorait. Végső összegezésként Szentes Antal megyei tanácsos elmondta, több mint 15 szakterületen készítették elő az együttműködést, és remélik, hogy tartani tudják azt a tervet, hogy legalább évi két alkalommal ellátogassanak egymáshoz a Hargita megyeiek, illetve a Tolna megyeiek. Különleges élményben volt része azoknak, akik pénteken délután kilátogattak a Gyergyószent Miklósi ballonpályára. A helyi és az új-zélandi U18-as jégkorong csapat találkozójának kezdetén a vendégek eljárták az ősi harci táncot. A haka a maori kultúra és történelem napjainkban is élő része Új-Zélandon. Használják az ellenség kihívására, sikerek megünneplésére, tüntetéseken, illetve a kultúra tovább örökítésére a mindennapi életben. Az új-zélandi rögbi válogatott vezette be, hogy a mérkőzések előtt elskandálják a hakát, és ezt más sportcsapatok is átvették tőlük. Gyergyószent Miklóson ezt láthatta a mérkőzés előtt a közönség, a Szigetországból érkezett fiatalok hangja betöltötte a pályát, ahogy maori nyelven üvöltötték, mind halálig, az életért, az életért. Az ősi táncot mi is rögzítettük és megmutatjuk nézőinknek, és eláruljuk, hogy az új-zélandi U18-as válogatott ezt követően 3-1-re legyőzte a házigazdákat. Come on!
A romániai jégkorong bajnokság alapszakaszának véghajrájában két mérkőzést játszott hazai pályán a Gyergyói Hoki Klub Galac csapata ellen. Pénteken a szezonban először tudták a pirosfehérek legyőzni a dunapartiakat, mivel Sztén, Kozma Zsolt, Nagy Csaba, Konstantin és Péter Zsolt találatával 5-4-re nyertek. Szombaton ez a bravúr már nem sikerült, az eredmény szintén 5-4 lett, de ezúttal a vendégek lőttek több gólt. A gyergyói találatokat Daradics Csaba, Vorobjev, Csergő Hunor és Ferenc Csibi Róbert szerezte. A Gyergyói Hoki Klub utolsó alapszakaszbeli mérkőzését hétfőn este Brassóban játssza. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, kellemes estét, a holnapi viszontlátásra!